Köszönöm szépen a felkonferálást, köszöntöm a kedves tagságot, hallgatóságot. Nagyon szép, szépen jött ki ennek az előadásnak, amivel már készülök egy ideje, az időpontja, ugyanis kereken, a mai napon kereken egy éve jelent meg az első paleoentomológiai témájú közleményem, a Cretaceous Research nevezetű folyóiratban, úgyhogy évfordulós a történet. Igazából kis személyes felvezetéssel szeretném kezdeni, hogy akik ismernek, azok tudják, hogy én elsősorban kocskákkal foglalkozom, és de hát hogy lesz valakiből emellett paleontológus, azon belül is paleoentomológus, hát úgymond alkalom szülte a tolvajt, ugyanis az egyik szerzőtársunk, Márkosz, volt az, aki mindenféle anyagot küldözgetett nekem, amikor kint volt a Fülöp-szigeteken és Koreában. Doktoriát egy koreai tanszéken csinálta. És piacokon bukkant rá burmai borostyán darabokra, amikben ránézésre ő azt mondta, hogy borosták vannak, és megkérdezte, hogy érdekel-e megnézni, megpróbálnám-e meghatározni. Hát mondom, mégis miért ne? És rögtön az első zármány, amit a kezembe vettem, az egy új géruszt és új fajt tartalmazott. A többi meg nem történt. Nos, de egy kis bevezetés. Ugye a paleontológia, hogyha ezt a szót halljuk, akkor mindenkinek beugrik, hogy ez bizony, ahogy szépen megpróbáltam látványosan fölvázolni, őslénytant jelent. Ez ugye különböző módon megkövült maradványok, élőlény maradványok tanulmányozását takarja. Hogyha ezt a szót meghalljuk, a paleontológia, szerintem 100-ból 99 embernek az első, ami eszébe jut, azok a dinoszauruszok, az őshüllők. Szerencsére találtam házunk tájáról példát illusztrációnak, nem kellett az agyon ragozott és agyon mutogatott tiranoszauruszsal és társaival fárasztani a jelenlévőket. Ugye ezek a zihartúti lelőhelyről, az Ajkaceratops, illetve a Hungarosaurus, amiknek ugye van egy kis kötődése az intézményhez is, ahol vagyunk. Második körben, ha azt mondanám, hogy tegyük félre a dinókat, mi jut akkor eszébe az embernek? Hát a pleisztocénkor ős emlősei, ugye akár a gyapjas mamut, vagy a kardfogú macskák a Smilodon genusból. De hogyha még tovább megyek, és azt mondom, hogy jó, de ne gerinces, akkor vajon mi lesz az az első élőlény, ami a paleontológiáról beugrik az embereknek? Nautilus. Nak a kihalt rokonai. Ammonites. Igen, az ammoniteszek, illetve a másik, a három karéjú ősrákok, a trilobiták. De csak nagyon kevesek gondolnak fosszíliák kapcsán arra. Miért van ez? Ugye mi a közös a három csoportban, társaságban, amit én most ide fölvetítettem az előbbiekben? Az, hogy egy jó fosszilizálódó képességük van, mégpedig azért, mert olyan külső vagy belső vázzal rendelkeznek, amiben magas a mézsók, kálciumsók aránya, kemény, és ezáltal jól kövül. Na most a rovarok kitin váza az nem. Mondhatnánk erre, hogy ugye, de hát a háromkarjú ősrák is egy ízeltlábú, neki is ugye jó részt kitin váza van, igen ám, de ugye főleg a felsőbb rendű, tehát tízlábú rákok példáján tudjuk azt,
hogy sokkal magasabb arányban rakódnak ki mély sók a rákok héjába, mint például egy bogáréba vagy szitakötőjébe. És szerintem a szitakötőnél, ahogy így elnyújtottam a mondandómat, sokaknak eszébe jutott valami. Ha valaki ősrovarokra gondol, szerintem 10-ből 9 embernek ez az állat fog beugrani először. Ez a Meganeuron moni, ugye a Meganizoptera kihalt rovarrendből, ami a szitakötők elődjének elmögy termés a karbonkorból, ami egy elég tekintélyes méretű jószág volt, a rend képviselőinek a legnagyobb fajainak méteres szárnytesztálósága volt. Ugye ma már ekkora repülő rovarokat nem nagyon találunk. Azt hiszem a legnagyobb szárnytesztálóságú, de majd talán valamelyik lepkész kolléga kiadik, az Atlasz lepke. Nevezetű, vagy ezek az új-guineai madárszárnyú. Na mindegy. Maradjunk az Atlasznál. Maradjunk az Atlasznál? Jó. Jó, de még az is töreléke ennek a tekintélyes szárnyfesztárnak. Ugye akkoriban azért tudtak ekkorák lenni a repülő rovarok, mert a mostani 21-hez képest 35% volt az oxigén tartalma a légkörben. És ugye ez a trahea csövekkel való légzésnek kedvez. Na mindegy, erre még majd visszatérünk erre a részére. Szóval, ugye ez az állat is Fosszíliából került leírásra, onnan ismerjük, mégpedig a rovarkövünk egyik csoportja a kompressziós fosszíliák. Amik ugye úgy jönnek létre, hogy üledékes kőzetbe kerül az állat, és nyomás alatt ő neki ott szépen egy lenyomata, vagy adott esetben, amire majd később példát is mutatok, egy úgymond öntőformaszerű helye marad a későbbiekben. Ezeknek a kövületeknek a tanulmányozhatósága korlátozott és gyakorta még, hogyha családra meg tudja mondani az ember, akkor is nagyon örül, mert egyszerűen a fosszilizálódás folyamata során bár testájak, fő jellegzetességek felismerhető, de mondjuk a fajszintű azonosítás, vagy akár génusszintű azonosítást lehetővé tevő bélyegek már nem annyira. Aztán valamikor igen, például itt ez a szál, ami sajnos nem látszik, de az erezet nagyon szépen megmaradt rajta. Ugye valószínűleg két szárnyúvé volt, ahol a szárnyúvezet alapján egész jól lehet határozni. Viszont ezeknél a kövületeknél egy sokkal jobban vizsgálható és sokkal jobb adatértékű kövülettípus is van. Ezek a borostyán zárványok, ahogy már a felvezetőben őket megemlítettem. Egy ilyen kis költői képzavarral próbálnám őket jellemezni, ők ablakot vakult élő világára. Ugye a üvegességük miatt jutott az ablak hasonlat eszembe. De hát mi fánterem a borostyán? Igen, fánterem. Mégpedig nyitva termőknek a kicsorgó gyantája volt az, ami nyomás alatt kövült, és a beleragadt állatok őrződtek meg az utókor számára. Nagyon, ahogy majd látni fogjuk, nagyon részletgazdag és jól tanulmányozható formában. De borostyán és borostyán között is van különbség. Ahogy ezeket a paleontológiai lelőhelyeket fölvonultató térkép szemlélteti, a sárgák lesznek a borostyán lelőhelyek, és lemaradt róla a Kachin-völgy
Myanmarban, ami az egyik legnagyobb mértékben untja magából a középső krétakori borostyán zárványokat, amit egyszerűen csak burmitnak szokás szakzsargonnal nevezni, de mellette jelentős a sokkal fiatalabb, mint egy 30 millió éves balti borostyán, a baltit, és ami még ennél is érdekesebb, hogy van belőle sajátuk, az ajkait, ami a burmai borostyánnal nagyjából egy idős. Szóval ezek korban változóak, a legfiatalabb közülük egyébként a madagaszkári kopál, ami még nem is egészen borostyánnál fosszilizálódott nyitva termőgyantam. Na most ugye ezekben a kis kövekben, drága kövekben a múlt embere már ékszerként használta őket, nagyon értékes kis kavicsokról van szó, ragadtak bele rovarok és más állatok, találtak már benne egyébként ismertű gyíkot és a többi, és őrződtek meg nagyon szépen, nagyon részletgazdagon. Ez egy tolvajpoloska lesz a középső krétakorból. Mint látható, készült róla egy ilyen szinkroton CT felvétel. Ez most egy nagyon kúrens tanulmányozási módja a borostyán zárványoknak, csak egyelőre még iszonyat drága eljárás. És akik ezeket a felvételeket csinálják, azok általában a társszerző, meg meghatározó helyen való társszerzőséget is megkövetelik. Nos igen, tehát nagyon jól meg lehet benne figyelni különböző testrészeket, nagyon jól lehet rekonstruálni az állatot ez alapján. Na de mi értelme van annak, hogy mi ezeket a kövületeket nézegetjük? Erre néhány poloskás példával szeretnék egy kis magyarázatot adni. Az első az ugye a legkézenfekvőbb, ahogyan a jelen biodiverzitását mutatjuk, úgy kell a múltét is, mert hát biodiverzitás, nehogy már idő alapján rangsoroljuk egyiket jelentősebbnek vagy jelentéktelennek. Ugye itt is fontos figyelni azt, hogy mennyire határozható az adott kövület, ahogyan azt már a korábbiakban elmondtam. És erre egy jó példa, ugye ezeknek a csoportoknak a megismerésével képet kaphatunk az egyéb faunáról. Ilyen például a csak fosszíliákból ismert Eurypopovinidae nevezetű poloska család, hogy egy kicsit jobban el tudjuk helyezni, ők a karimás poloska alkatúak közé tartoznak, és az egyik valaha élt legprominensebb ősposka és ősrovar kutatóról, egy bizonyos néhai Eurypopovról lett elnevezve a család. Egyébként 2011-ben írták le. És változatos alaktanilag, ugyanakkor vannak olyan közös jegyek, mint például a két zárt sejt a félfedőn, amik őket összefogják egy családdá. Őket jemeni és burmai borostyánból ismerjük, a középső krétakor egy nagyon változatos és folyamatosan bővülő rokonsági köre. Évente 3-4 ebbe a családba tartozó fajt írnak le, ez különböző zárványokból, ami felveti annak a kérdését, hogy vajon tényleg mind oda tartozik? Pont most járt a kezemben egy kézirat, ahol megpróbálnak pofára minden így kinéző ősposkát beszuszakolni ebbe a családba. Én mondtam nekik, hogy nem. Amit ők leírtak, az egy rabló poloska.
Csak hát ugye legtöbbször ezek az árványok ezek nem csoportspecialista kezébe kerülnek, hanem paleontológus, geológus próbálkozik meg az ő leírásukkal, hát sokszor olyan is. A minőség, ez főleg korábban volt probléma, most már azért rájöttek, hogy bevonogatják a recens csoportokkal foglalkozó taxonomusokat ebbe a munkába, és így az adott minőség, ami a zárványokból kinyerődik, a sokkal megbízhatóbb, pontosabb. Nos igen, és akkor ugye az évforduló kapcsán ebbe a családba, ennek a családnak is a Pseudocaulizoculus nemébe tartozik egy állat, amit tavaly írtunk le ezzel a spanyol kollégával, az ő zárványából, a zárvány Barcelonában került elhelyezésre az ottani egyetemnek a gyűjteményében. Mind a génusz, mind a faj tudományra újnak bizonyult. Érdekes nála a többiekhez képest az a majdnem ötszögletű, nagyon kerek alapú pajzsocska, illetve az egészen hosszan megvastagodott és szklerotizált exokórium. Aztán, hogyha a biodiverzitást megismertük, tehát föltártuk, hogy milyen volt az egykori fauna, akkor ezt a dolgot tovább lehet fűzni őskörnyezetrekonstrukciókkal, amikhez gyakran inkább a fosszíliák, a kompressziós fosszíliákat használják, mert ugye úgy gondolja a paleontológus, hogy egy ilyen rekonstrukcióhoz elég mondjuk a családszintű határozhatóság, hogy ott nagyjából mi lehetett, meg gyakran más nem áll rendelkezésre. Hogyha ezt összefűzzük paleobotanikával és egy kis paleoklimatológiával, akkor olyan modelleket kaphatunk, amik élőlény csoportokra gyakorolt, a klímaváltozás élőlény csoportokra, illetve azok evolúciójára gyakorolt hatásait lehet vele vizsgálni. Ugye ennek a jelentőségét szerintem nem kell különösebben bemutatnom, hogy a jelenleg gyorsan változó környezetben miért fontos, hogy ilyenekről képet kaphassunk. Aztán egy ami ennél még érdekesebb, az, hogy ezeket a kövületeket, ha már meghatároztuk, leírtuk, akkor be tudjuk illeszteni a jelenleg élő csoportok filogenetikai mátrixába, ezáltal pedig a csoportot most jellemző egyes karakterek fejlődése tárható fel, pontosabban ezeknek az iránya értelmezhető egy evolúciós kontextusban, egy idősíkon, és így olyan pontos törzsfákat kaphatunk, amik mondjuk enélkül nem elérhetőek. Számos cikk szól róla egyébként, hogy még hogyha hiányos kövületek is kerülnek be a morfokladisztikai elemzések adatmátrixaiba, sokkal pontosabb lesz maga az összkép és az összességében értelmezett törzsfa, mint hogyha azt a hiányos kövületet kihagyjuk a történetből. És itt kanyarodnék rá egy jelenlegi munkára, az én személyes kedvenceimre, a nagyszemű bodobácsokra, a Lidioidea öreg család Geocoridae családjára, aminek a taxonómiájával idestova 6-7 éve foglalkozom intenzíven, és máig megoldatlan a családon belüli leszármazástani viszonyoknak a
kérdése, főleg azért, mert jellegzetes küllemük, ugye ez a hatalmas szem, illetve a potrokon található jellegzetes hajlított varratok miatt őket nagyon felületesen vizsgálták. Rengeteg, még a 2000-es években keletkezett fajleírás is van, ami csak könnyen vizsgálható, rosszul definiált karakterekre, így mondjuk az előhátnak, illetve a fejnek az általános alapja, vagy pedig pigmentáció, ilyenekre hagyatkozva írnak és diagnosztizálnak fajokat. Ennek az az eredménye, hogy kaptunk egy családot iszonyat katyvaszos viszonyokkal, például ilyen kérdéskör a felvetített törzsfának a nagy részét kiadó a család fajainak 80%-át magába foglaló névadó Geocoris genusnak a helyzete, amit már többen pedzegettek külföldi szerzők revíziós munkákban, hogy hát ez nem biztos, hogy monofiletikus. És gyűjtögetjük egy ideje az adatokat ahhoz, hogy egy morfokladisztikai törzsfát tudjunk hozzájuk készíteni, és miután Eduardo, a chilei kolléga megkeresett ezzel a burmi zárvánnyal, azután bocsánat, és kiderült, hogy ez egy ebbe a családba tartozó állat, utána fölhajtottam a másik két fosszilis fajt, vagy is hát állatot, amit ebből a társaságból ismerünk, és kipróbáltam, hogy milyen beilleszteni őket ebbe a törzsfába, amit most csiszolgatunk már egy ideje, és nagyon szépen kiadta a helyük, az időbeliségüket. Ez az állat, a Protogeocoris arcanus, meglehetősen bazális helyzetű. Ő szintén középső krétakori. Akkor itt van az eocénből a Geocoris infernorum, ő már közelem, és itt van az oligocénből a Geocoris monserrati, az izabrai formációból, baszkföldről, ami egy érdekes, ilyen öntőformaszerű kövület, tavi iszap összetömörödött és megkövült formában, és benne az állatoknak a helyével. Ő pedig még tőle is egy 10 millió évvel fiatalabb, és jól látszik, hogy amiket én először intuitíve ősi bélyegnek, tehát pleziomorfiának gondoltam, az azokat mutató csoportok, például a Germanus és rokonsága, ők szépen belülnek a törzsfa tövébe, egy idő után megjelenik majd ez a Protogeocoris arcanus, utána úgy nem nagyon van nagyobb radiáció, majd itt a Geocoris infernorum, az eocén állat után van egy hatalmas robbanás, és ott már egymáshoz nagyon közeli, nagyon apró nüansznyi különbségeket mutató fajok vannak, amiknek az egymáshoz viszonyított helyzete további vizsgálat tárgya. És akkor az ember elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ott utána van egy ilyen robbanásszerű változatosság növekmény, és találtam is rá magyarázatot, ugyanis ezekkel a kövületekkel, az a Florissanti formáció az USA-ból részletesen foglalkoznak a USGS munkatársai, mégpedig azért, mert köthetőek egy klimatikus eseményhez és egy ahhoz kapcsolódó radikális fauna változáshoz, kihalás és újraképződés, újra népesüléshez, és
És kiderült, hogy az eocén, eocén-oligocén határon volt egy klíma okozta kihalási esemény, és utána volt egy ilyen újra diverzifikálódás, és valószínűleg, hogy a csoportnak az úgymond levezetett bélyegekkel rendelkező társaságai és fajai, azok ezután az esemény után kezdtek el létrejönni, és ezért van az, hogy mind a molekuláris markerekkel végzett kiegészítő vizsgálatok, mind pedig a morfoglobisztika nagyon kis apró különbségeket mutat az egyes fajok egymással közel rokon fajok esetében, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy hiába is kerestek volna a korai vizsgálói ennek a csoportnak egetrengető, mindent eldöntő bélyegeket, nem tudtak volna találni, mert sok pici apró különbség határolja ezeket az állatokat egymástól. Szóval megérte, érdemes volt megpróbálkozni ezzel az illesztéssel a törzsfába. Ezek az eredmények, amiket ki tudtunk belőle hámozni, és ennek kapcsán a három fosszilis taxon áttekintő és benne a Burmitból felfedezett állat leírását tartalmazó cikkünk pedig benyújtás alatt van. A filogenetikai fát pedig tovább csiszoljuk, és remélhetőleg ez a munka is hamarosan a végéhez ér, és az első morfokladisztikai jellemzését a családnak le tudjuk közölni mondjuk a jövő évben. Szóval összességében ezek voltak azok a dolgok, amik a rovar fosszíliákat a recens csoportok biodiverzitásának kutatásában elhelyezik, és ezek azok az okok, amiért én úgy érzem, hogy érdemes foglalkozni ezzel a témával és kutatni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a nagyon érdekes előadást. Nekem, amikor a borostyát láttam, akkor eszembe jutott, nem tudom, hogy másnak is, hogy ugye találtak borostyánba 60 millió éves szúnyogokat, amiből kiszedték ugye a szúnyogot, benne volt a vér, akkor a vérből megalapították a DNS szekvenciákat, és létrehozták a Jurassic Park. Igen. A legnépszerűbb popkulturális vonatkozása ezeknek a rovarfosszíliáknak nyilvánvalóan ez. Ugye az egyetlen hiba az, hogy az állat, ami ebben benne van, az csontszárhoz gyakorlatilag por. Egyelőre még nem. Egyébként volt egy nagyon jó pofa mém az interneten, amikor leírták, hogy jött valami ilyen Scientific American vagy valami hasonló portálon a hír, hogy 5 éven belül a kutatók dinoszauruszt fognak tudni klónozni, és akkor alatta ott volt a hozzászólás, hogy 5 film van arról, hogy ez miért nem jó ötlet. Köszönjük szépen! Csaba! Bocsánat, nekem egy kérdésem és egy helyreigazításom lenne. Igen? Először mondom a helyreigazítást. Merk Otto állandóan harcolt ezzel, hogy az nem génusz, hanem genusz. Mert az E, az E-nek ejtjük, az E pedig A-E-vel írjuk. Ennyi. Semmi megjegyeztem. Jó, semmi. Azóta én mindig erre figyelek, de nem szóltam, csak most nem tudom miért. Mindig tanul valamit az én. A másik, hogy valamikor pár talán évtizedek kezembe került egy lap, nem tudom, hogy milyen folyóirat, a cikk címét sem tudom, a szerzőt sem tudom, viszont mivel, hogy én pici molyokkal bívelődöm, és van a molyoknál egy lapos moly csoport, a depresszári idék család,
és ez egy Paleo depresszália nevet kapott, egy tudományra új fajt írtak le ebből a gyantából, tehát a borostyánból. A kérdésem az, hogy hogyan tudták lefényképezni és az ivarszervét kipreparálni, megcsinálni. Most hallottam, hogy ami benne van, az por. Majdnem félig választ kaptam a dologra. Nem értem, hogy akkor bizonyos esetekben mégis van az a kitinizált rész, ami nem hullik szét porrá, vagy nem lesz por alapú, vagy van-e valami technológia, amivel ezt rögzíteni kell, lehet, tehát magát az anyagot még benne, és akkor hogyan szedik ki egyáltalán a borostyánból? Hogy milyen módszere, tehát itt a mechanikai, vagy nem is tudom, kémiai dolgok, hogy hogyan lehet kivenni belőle? Én azt valószínűsítem, igen, és ezt nem tudom, hogy ez ennél a csoportnál mennyire alkalmas pontos határozásra és elhelyezésre. Nem tudok rá példát hozni az általam ismert esetekből, amikor ivarszervet boncoltak volna. Tehát, hogyha vizsgáltak is genitális struktúrákat, az vagy úgy volt, hogy átvilágították és megpróbálták ott kisilabizálni, hogy hogyan nézhetett ki a szklerotizált, az ivarszerv szklerotizált részei alapján, és aztán egy rekonstrukciót csinálni rá, grafikai rekonstrukciót, vagy pedig ugye a másik lehetőség, hogy csak az externális genitális struktúrákat, tehát az exoszkeletonon, amik vannak ivari bélyegek, teszem azt a zivarkapszulához kapcsolódó függelékek, etc. Ezeket vizsgálták, és a többi az pedig spekuláció. Na most azt tudni kell, hogy a paleontológiában pont azért, mivel még a legjobb megőrződésű borostyán zárványnak is megvannak a korlátai, hogy mennyire vizsgálható, például a boncolhatóság. Mondom, nem zárom ki, hogy csináltak valaha ilyet, én nem tudok róla. Tehát, hogy van egy korlát a vizsgálhatóságnak, a többi pedig spekuláció. De a pozitív értelemben egy spekuláció, abból, amit az állat mutat magából, és amit a kőből ki tudunk olvasni, a többi ismert csoporthoz hasonlítgatás, dolgok kombinálgatása lesz az, amivel a végén egy diagnózist fognak tudni adni az állatra. Tehát azért mondom, hogy a kövület minőségétől függően úgy mondjuk ezeknek a leírásoknak, illetve diagnózisoknak, meg diszkuszióknak a mondjuk durva becsléssel 20-50%-a a spekuláció és következtetgetés. Jó, akkor bocsánat, megpróbálom még egyszer értelmezni, tehát nem lehet ugyanazt a szárnyat kivenni egy ilyen gyantából, mint amit egy ilyen kompressziós kövületnél, ugye látunk a recéket meg a mintázatot, tehát a szárnyjelzett mintázatát, tehát hogy nem lehet kivenni magyarul egybe egy szárnyat, mert hogy az sérülés nélkül nem. Ugye ez egy ilyen cementált ragasztó anyag, ez olyan, ugye szoktak borostyán hamisítványokat csinálni műgyantából, ott is ugye körbeöntik az állatot, de azt, hogyha széttöröm, akkor az állat megsemmisül. Még nem próbáltunk ilyet, de egyszerűen van ilyen. Logikus, mert ugye körbe veszi hozzá, tapad az állatnak a kitinvázához ez az anyag, ugyanúgy, ahogy ez a gyanta is csinálta. Most ugye, hogy a gyantára egy analógia, ragacslapról leszedni állatot. Hát le lehet szedni, mert vannak oldószerek. Hát vannak oldószerek, csak itt azóta eltelt mondjuk egy nettó 30 millió hely. És ez megkövült, ez a gyanta, úgyhogy itt már szerintem... Szilollal szokták leszedni. Szilollal? Igen, csak a ragaslapról, és úgy én preparáltam lepkéket így. De mindegy, ez tök érdekesség. Tehát hogy azért kérdeztem, hogy van-e egy ilyen technológia, hogy esetleg valamilyen oldószer, de hogyha már ő borból van benne, akkor már értelmetlen a dolog. Értem. Jó, köszönöm. Nem szívesen. Jó, köszönjük szépen, és akkor a mai ülést befejezzük, és folytatjuk a zsíros kenyérpartival az előtérben.